purpose. Szóval, Arduino bevezető, ez egy ilyen csodálatos kis mikroszámítógép, ami arra jó, hogy ugyanúgy kódot tudjál rajta futtatni, csak kisebb, kevesebbet fogyaszt, és a kibemeneti interfészei azok olyanok, hogy jobban illeszkedik elektronikához, tehát lehet rajta akár csak simán föl lekapcsolgatni az egyes kimeneteit, amiből van neki jó sok. És nem lesz hosszú. És ez gyakorlatilag, ez a mikrokontrollernek nevezett kis Atmega cucc, ez a számítógép összes részét tartalmazza, nem csak processzor, ebben van a flash memória, összesen 16 kilobájtnyi, amiben a kódot tudott tárolni. Van rajta a 2 kilobájt RAM, amiben a, illetve ez most pont 1 kilobájt, amiben a változóid vannak éppen, meg a stack, meg minden. És van benne egy fél kilobájtnyi EEPROM is, amiben mondjuk beállításokat tudsz tárolni. És akkor őt, hogyha bedugod a konnektorba, elindul rajta a programod, és az USB-n keresztül tudod rátölteni a kódot. Ezzel lehet akár debugolni is úgy, hogy kis soros porton keresztül üzeneteket tudsz oda visszaküldeni a gépből. És hát amiért szeretjük az, hogy van egy ilyen nagyon szép Arduino-s idehozzá, amin keresztül lehet fejleszteni, meg mindjárt föl is tölteni rá a kódot. És hát ma arról fogunk részletesen beszélni, hogy hogyan tudjuk pont ezeket a szépségeit egy picit megkerülni, hogyha nekünk gyorsabb kódra van szükségünk. Tehát én is szeretem használni a könyvtárait, amiket adnak hozzá, mert tényleg nagyon szép, tömör kódot lehet írni vele, de ha odáig eljutunk, hogy most már kéne teljesítmény is, mert az nem elég, amit alapból ad, akkor bizony ezeket meg kell egy kicsit szedni. Fölül vannak digitális ki- és bemenetei, alul 6 analóg bemenete, de ezeket is lehet digitális kibemenetté varázsolni egy kis mágiával, hogyha pont arra van szükséged, és ezen kívül hát van rajta még ez a soros interfész, egy programozó, amin keresztül magát az teljes flash memória területét felül tudod írni, mert annak érdekében, hogy USB-n bármikor tudjad programozni, van benne egy kis bootloader, ami kezeli a kódfeltöltést, de még ezt is ki lehet ütni, hogyha úgy érzed, hogy neked kell az a 2 kilobájtnyi hely, amit elfoglal a bootloader benne, akkor ezen keresztül lehet rátölteni. Nézzük akkor egy ilyen szép Arduino IDE-t. Mondjuk lépjünk be ide, 102-es Arduino-t fogunk használni, ez jelenleg azt mondom a legfrissebb is, amit le lehet egyben tölteni. Kijött a 3-as, csodálatos. Itt van rajta ez a Blink nevű program, és most ezt fogjuk egy picit, hát ez a, amivel tesztelni szoktuk az Arduino-t, mivel nincsen neki mondjuk úgy egy konzolja így hirtelen rá van írva, hogyha szeretnénk, hogy csak így önmagában tudjon valami demót mutatni, akkor feltöltjük rá ezt a Blink programot, ami a rajta lévő egyik ledet elkezdi villogtatni. Ezzel a pipa ikonnal lehet lefordítani a programkódot, ki is írja, hogy mekkorára sikerült és az eszközön mennyi hely van. Abból látszik, hogy 30k, ez azt jelenti, hogy valószínűleg nem erre az eszközre fordított ilyenkor. Hát ezért jó, hogy legalább ezt is meg tudom mutatni. Itt az eszközökbe ki lehet választani, hogy milyen panelre fordítod, ezzel beállítódik az is, hogy milyen protokollt használjon, mekkora a tárterület, stb. Mi most egy Duo Milanővét használunk, és akkor most, ha lefordítjuk újra, akkor most már valószínűleg mást fog kiírni, igen, most már 14 kell. És feltöltöttük, és nagyon szépen villog rajta ez a kis sárga LED, és mögöttem meg ott a kód, ami elég egyszerű, van ez a setup rész, ami lefut az egésznek az elején, mikor bedugod a konnektorba, vagy újraindítod. Ez annyit tesz, hogy a 13-as pint, amit itt beállítunk, hogy a LED az legyen 13, azt outputra rakja, azaz kimenetként fogjuk használni. A digitális kimenetnél az, hogy high-t vagy low-t írunk bele, az annyit jelent, hogy 5 volt vagy 0 volt jelenik meg rajta, ezt pedig ebbe a loopban fogjuk állítgatni. Ez gyakorlatilag végtelen ciklusban hívódik meg, amikor be van kapcsolva az eszköz, és mindig annyi, hogy vagy magasra kapcsolja, aztán vár, aztán ha lejárt az idő, akkor pedig alacsonyba kapcsolja, és megint vár 1000 millisekundumot, ezzel kvázi egy ilyen 2 herces kis frekvenciával villogtatja ezt a fél herces.
frekvenciával villogtatja ezt a ledet rajta. Amit most fogunk vele játszani, az az, hogy egyrészt megváltoztatjuk a ledet, mert mérni akarjuk, hogy mit lehet ebből kihozni, és innen már kezdődik a workshopnak a nem annyira ismétlős része. Rakjuk át mondjuk a 12-esre, és játszunk vele egy olyat, nem is legyen 3-as, mert az sokkal szebb szám, és játszunk vele olyat, hogy kivesszük belőle a delay-eket, és azt akarjuk megnézni, hogy most folyamatosan, amilyen gyorsan csak lehet, rakosgassa föl le ezt a lábat. Ez ugye a leden már nem annyira látszana, tehát hát gyakorlatilag ez egy nagyon ronda PWM lenne, hogyha ezt a ledre raknánk rá, tehát körülbelül olyan fél fényerősséggel világítana. De cserébe terhelni a processzort, tehát amíg ez futna, addig más nem nagyon lehetne vele csinálni. Jó, feltöltött, drága. Igen, villog egy kicsit és fel van töltve. És amit most csinálni fogunk, az az, hogy rákötjük az oszcillószkópra, hogy mit lehet látni ilyenkor a kimenetén. Mert nem a, tehát direkt levettük róla, hogy a mérési eredmény ne befolyásolja. És amit csinálunk, nyugodtan lehet akkor közelebb jönni, amíg a kamerát nem takarjuk. Van az oszcillószkópunk, ez ugye jeleknek az időbeni lefutását ábrázolja nekünk, és vannak ilyen kis mérőfejeink is hozzá. Ebből egyet most rádugunk ide, ez nem véletlenül hasonlít egy EKG-re, körülbelül ugyanaz a funkciójuk, csak mások a paramétereik. Tehát ismétlődő jeleket lehet úgy ábrázolni vele, hogy szépen a viszintes tengely az az idő, a függőleges pedig a feszültség. És most szépen rákötjük, hát ezt a jelet fogjuk megvizsgálni, mi kijön belőle ezen a hármas sporton. Földre lekötjük a kis krokodil csipeszét ennek. És rossz mérőcsúszót vettem elő. Mert ennek ilyen vége van, de most nekem arra lett volna szükségem, amelyik ilyen kellemesebb. Ennek így, hogyha visszahúzod, akkor egy ilyen kis kampó kerül elő, és akkor az rajta is marad az eszközön ideális esetben. Rögzítjük ezt, újra rárakjuk a földet. Jó, most látunk valamit. Nyomunk rá egy ilyen csodálatos eszköz, van rajta egy autógomb, ami automatikusan beállítja a mérés határokat és egyebeket, hogy pont stimmeljen. Most látunk egy szép négyszögjelet. Ha megnézzük, itt alul van, hogy hogyan kell értelmezni a látottakat. Tehát egyrészt látszik, hogy nekem pont nem jól, hogy 5 mikroszekundum egy ilyen osztás. Tehát 5 mikroszekundum, hát látjuk, hogy pont kb. Úgy is jön ki, 5 mikroszekundumot tölt körülbelül fönt, 5 mikroszekundumot lenn. Illetve azt is látjuk, hogy 2 volt egy függőleges osztás. Hát annyiban nincs meglepő, hogy ugye ez USB-ről közvetlenül van táplálva, és körülbelül 2,5 osztásnyi a magas jelszint. Itt ez a cucc jelöli a szélén, hogy az a föld szint. Tehát az a nulla, és ahhoz képest 5 voltot megy föl és le. Amiért mi szeretjük, most be is van pont kapcsolva ez a measure, ez mindjárt meg is mér nekünk egy csomó dolgot. Például most azt is megméri, hogy ami érdekel minket, a frekvencia, tehát hogy 96 kHz-el megy a dolog, ami ahhoz képest furának tűnhet, hogy ez a áramkör, ez 16 MHz-en van hajtva, tehát 16 millió órajele van egy másodpercben, tehát ha mondjuk 2 órajel egy utasítás, akkor abból ő 8 milliót tud egy másodpercben végrehajtani. Ehhez képest másodpercenként 96 ezerszer tud csak oda-vissza váltani. Tehát ez olyan soknak tűnik. Hát leginkább azért, mert a digital write funkció az hát, hasonlítanám a printhez a C-t ismerők számára, ami valójában nagyon primitívnek tűnik, de közben az egyik legösszetettebb függvény, mert annyi hülye opciót kell kezelnie. Tehát itt is, mivel mi akár futásidőbe is számolhatnánk, hogy pontosan melyik pinre szeretnénk ráadni ezt a bizonyos feszültséget, vagy hát az egy logikai egyállapotot, ezért futásidőbe számol egy csomó olyasmit,
amit ki lehetne optimalizálni előre is, hiszen mi most tudjuk előre, hogy biztosan a 3-ast fogjuk, és sajnos az Arduino Library és a GCC fejlesztői együtt se olyan, és együtt se jutottak el odáig jelenleg, hogy ezt megcsinálja magától a rendszer. Mi most egy kicsit elkezdünk belevágni az Arduino lelkivilágába, hogy ebből próbáljunk meg egy kicsit jobbat kihozni. Úgyhogy az első, amit megnézünk, ha van ez az oldatasheet.com, nagyon tudom ajánlani mindenkinek, tényleg a legtöbb datasheet megtalálható rajta. Van ugyan reklám, de nem az a tipikus oldal, hogy 20 letöltés gomb van, és abból egy az igazi a többi reklám, nem, innen tényleg le tudod tölteni ingyen a PDF-eket, és abszolút legnagyobb adatbázissal rendelkezik mindenféle elektronikai eszközből, és itt beírtam az Atmega 168-at, ez az a kis mikrokontroller, ami ennek az Arduino-nak a lelkét adja, és igazából ezt letöltitek, én itt már meg is nyitottam, akkor ez egy ilyen kis, hát egy olyan gyengéd 349 oldalas PDF. Szerencsére beleraktak például PDF tartalomjegyzéket, ami egy kicsit kezelhetőbbé teszi a dolgot. Most nézzük meg, hogy hogy működnek ezek a kibemeneti dolgai az a AVR-nek. Elsőként az Arduino oldalán van egy nagyon szép ábra, amit én is időről időre előveszek, csak találjam meg. Ami leírja, hogy hogyan vannak, itt van pinmapping 168, ez leírja, hogy pontosan hogy vannak összerendelve a kivezetései ennek az AVR mikrokontrollernek az Arduino bordos kivezetésekkel, mert ugye ezt már nem annyira látni a lakkozás után, és ha megnézitek, itt így vannak jelölve, hogy van PC0-tól PC5-ig, PB1-től PB5-ig, utána egy tulajdon folytatódik PB0 az itt van, PD, az pedig, ha megnézzük, akkor az például végig megy egészen 0-tól 7-ig, hiszen tisztességes ember 0-tól számoz mindent. És igazából, ha azt nézzük, egészen jól kihasználja az Arduino, tehát ha azt nézzük, van két föld, két tápegység és egy referencia feszültség, és azon kívül minden egyes pin kihasználható. Tehát legalább ezt is megtanultuk. És amit most itt csinálni fogunk, közvetlenül manipuláljuk ezeket. Most ugye a 3-as pinre nyomtuk rá a dolgot, az ugye itt van, Digital Pin 3, az a PD3-as. Mi az a PD? Hát az Arduino-nak az I.O. pinjei, itt van I.O. ports, itt kezdődik, az, most bele is nagyítunk, gyakorlatilag úgy van fölépítve, hogy igen, van belőle, itt pont nem írják le, van belőle ABCD, meg esetleg nagyobb AVR-ek esetén még megy tovább az ABC, és mindegyiknek van három regisztere, ami rendelkezésre áll, és ez itt, ami nekünk érdekes lesz. Ez a táblázat írja le, hogy különböző regiszterekkel mit lehet csinálni. Van egy DD... Mit? Igen, egy DDR... Nem értem, miért DD-nek írja, de nem baj. DDR-ként fog működni. Tehát van egy direction regiszterünk minden egyes pinhez, meg van egy port regiszterünk. Ezeknek a kombinációival lehet beállítani, hogy milyen, hogy funkcionáljon ez a pin. Minden egyes pinnek van egy kis meghajtója, tehát ezt pinenként beállíthatjuk, és ezek 8 bites regiszterekbe vannak szervezve, hogy észszerűen tudjuk manipulálni. Tehát ezért van ez az XN, hogy az X helyre helyettesített be, hogy ABCDL, stb. Tehát például vicces módon ugye az A portnak a porta regiszterét kell használni, hogy tudja írni, olvasni, és az N ez az, hogy hanyadik pin, de valójában ez egy bitet jelent benne. Tehát van ez, ami default és ismerjük, ez a, ha nullára van véve a direction, az az input, tehát amikor kiadod Arduino-ban azt, hogy hol vagy? Itt van. Amikor azt mondod, hogy pin mode LED output, ez valójában annyit csinál, hogy a megfelelő DDR pint nek a bitjét bebillenti egyesre, tehát az egyes az output, a nullás az input. És az, hogy utána írsz bele
azt pedig a portregiszterrel csinálod, tehát most már kicsit érthetőbb is az, hogy miért azzal kapcsoljuk ki be, hogy most lebegő állapotban legyen, vagy ahogy Pepe szereti mondani, magas impedanciájú állapotban, vagy pedig legyen egy felhúzó ellenállás. Ugyanis itt látható ugye nulla a bemenet, akkor attól függ, hogy egyesbe vagy nullába rakjuk. Látszik, ez a pull-up oszlop mutatja, hogy van-e felhúzó ellenállás, tehát hogyha beírunk egy egyest egy bemenetre, aminek ugye alapból nem lenne értelme, miért akarunk beleírni, akkor ezt a kombinációt hozzuk ki az eszközben, ami aktivál benne egy felhúzó ellenállást, tehát hogyha te mondjuk egy egyébként lebegő dolgot, mondjuk egy nyomógombot, vagy egy ilyen végállás kapcsolót, vagy hasonlót akarsz bekötni, akkor ez ideális. És hát a másik kettő az eléggé egyértelmű, hogyha kimenetre van kapcsolva, és nullát írsz bele, akkor alacsony feszültségen lesz, ha egyet, akkor pedig magasan lesz. Ez, hiszem, hogy erről ezt nem annyira kell magyarázni, mint a másikat. És akkor, ha mi szeretnénk ezt manipulálni, akkor azt nézem, hogy a pint azt valahol leírja-e. Igen. Van egy PIN regiszterünk még, ez a harmadik, amivel lehet. Tehát volt a DDR, ez az irányt határozó, meg a porttal lehet írni bele, vagy a pull-upot bekapcsolni, hogyha olvasás. És van még egy harmadik, ez a PIN, abból is van A-tól ez esetben D-ig. Igen, nagyon jó az A és a G-re, éppen magyarul érdekes dolgok jönnek ki. A G-re más nyelveken is. És hát ha megnézzük, akkor a PIN-ből lehet olvasni. A PIN, tehát hogyha bemenetre használjuk, akkor olvasásra jó, ha pedig kimenetnek, akkor vissza tudjuk olvasni, hogy mit írtunk ki bele. Ez most nekünk nem is fog kelleni ahhoz, hogy kipróbáljuk, hogy ezt hogyan tudnánk megvalósítani mi. És hát kicsit megcseréljük a logikus sorrendet a wiringból, az az Arduino library-nek a neve, ez a wiring. Abból most nem C, hanem először assembly irányból közelítünk meg. Ehhez pedig azt nézzük meg, hogy van egy Instruction Set Summary. Egyelőre a setupot meghagyjuk C++-ban, egyszerre csak egy lépést teszünk meg. Most annyit akarunk, hogy az írásműveletet lecseréljük egy saját cuccra, tehát nem a Digital Write-ot használjuk, hanem megpróbáljuk ezt lekódolni assembly-ben. Ehhez először is kelleni fog az, hogy tehát ahhoz, hogy beállíts egy bitet egy ilyen 8 bites regiszterben, ahhoz ugye először arra van szükség, hogy behozd az eredeti állapotát, tehát most vegyük példának cseréljük le ezt a sort, ahol ugye high-ba rakjuk, akkor ugye beolvasod azt a 8 bites regisztert, és utána azt az egyet fölkapcsolod, ezt ugye egy OR művelettel lehet megtenni legegyszerűbben, majd ezek után annyit mondasz neki, hogy visszaírod azt, amit ebbe az ideiglenes regiszterbe tároltál. Tehát három lépés, ez véletlenül három utasítás is lesz. Hát keressünk valami ilyesmit, in névem. Azt mondja, hogy van itt minden, mint karácsonykor. Ott van. Azt mondja, hogy van neki egy in, meg egy out utasítása, ez már jól néz ki. A második oszlop az, hogy milyen paramétereket vár. Tehát azt mondja, hogy az első az egy regiszter, a második egy port, és itt van, hogy mit fog csinálni. A portból beolvas a regiszterbe, és itt az utolsó oszlop az, hogy hány órajelbe telik mindennek a végrehajtása. Ez egy-egy órajeles művelet lesz. Akkor most jön a vicces, ezt kikommentezzük, hogy itt legyen, hogy mit csinálunk. Ez a legjobb eszembébe írni egy kódot, amit nem kommentezel, és egy hét múlva rátalálni, és gőzöd nincs, hogy mit csinál. Szóval, amit csinálunk, van egy ilyen ASM direktívánk, jól csinálom? Jó. Nem tudom, hogy kell elég két aláhúzás meg utána, vagy nem, vagy most éppen a GCC-nek ilyen a napja, vagy nem. És azt mondjuk, hogy akkor én, és mondjuk az R1 regisztert fogjuk használni, mert ugye azt mondtuk, hogy először amibe, utána amiből. Tehát ez most épp nem is tudom hirtelen, melyik Unix utasításnak van ilyen szemantikája. In R1, és akkor azt mondtuk, hogy ez a D-nek a hanyasa? Ez a D-nek a hármasa. Milyen jó, hogy pont megegyezik, hogy 0-tól 4-ig, az a digital pin 0-tól 4-ig. Tehát azt mondja, hogy behozzuk a port D-t.
Akkor ezután csinálunk egy olyat, hogy összeorozzuk. Ugye most egy konstanssal fogunk orolni, tehát keresünk egy olyan ort, ami nem két változó, hanem egy változó és egy vagy egy regiszter és egy konstans között csinál dolgokat. És pont van is itt ilyen, tehát van egy olyan orunk, ami két regiszter között csinál, de nekünk még jobb ez, ami azt mondja, hogy egy regiszter és egy konstans között működik, ez az ori, vagy hát or immediate, annak a rövidítése. És ha ezt itt most elhúzom erre, akkor látszik egyébként itt is leírja, hogy hogy működik. Abba a regiszterbe, amiből olvas, abba visszaírja a konstanssal vagyolt változót, és ez is egy órájel alatt végrehajtódik. Ez már kezd egy kicsit úgy kinézni, hogy akár jól is járhatunk vele. Tehát azt mondjuk, hogy ori, erre egy, és mivel fogjuk összeorolni? Hármas számú bitet szeretnénk ugye bebillenteni egyre. Tehát akkor ugye hárommal kell elshiftelnünk azt a bizonyos egyest. A shiftelése az ez esetben egy kettőnek a hatványozásával is megoldható, azaz 8-szal fogjuk összeorolni. És akkor végül az innek az inverzét hajtjuk végre, az autót, de azért megnézzük a rend kedvéért, ott fordítva van az előzőhöz képest, de ugye szemantikailag stimmel, hogy megint előreírjuk azt, ami bekerül az adat, és utána amiből jön az adat. Tehát kvázi, mint egy értékadásnál is ugye beírod, hogy változó, egyenlőséggel új érték, tehát ez ilyen szempontból ismerős lehet. Port D, R1. Na most, ha lefordul, akkor én örülni fogok. Nyilvánvaló, mi a baj? Aha, azt mondja, hogy használjuk az R15 fölötti regisztereket, jó, akkor legyen R16. Ezen a... jó. Már csak egy baja van, constant value required. Szóljon, aki vágja, hogy mi baja van. Igen. Amin egyéb... az akkor, hogyha... tehát az már a bitre való hivatkozás. Tehát a... nem googli. Odáig nem süllyedünk le. Nem, előbb próbáljuk meg megoldani, mert ebből is tanulom. Mit? Sima dév. Én inkább először PD-vel próbálnám meg, hátha. Hát ha ettől jobb kell. Jó. Nézzük akkor sima D-t. Nem nyert senki, de... jó, azt mondja, hogy... egyébként nagyon szép, itt le is írják, hogy akkor pontosan melyik regiszter mi, de na akkor legalább itt már DDR-rel írják, tehát nem mondtam nagy hülyeséget nektek. Hát könnyen megeshet. Nem, mert az már a bitje, tehát most egy egész byte-ot mozgatsz. Aha. Azt hiszem, hogy a tied lesz az igazság. Bár elvileg azt inkludolja a... tehát van nekünk egy ilyenünk, hogy avr.io.h. Igen, ettől még nem lett jobb sokkal. Nézzük meg, hogy mivé fordítja. Vajon ezt törli a kis rohadék, vagy legalább megtartja, hogy esélyünk legyen megnézni, mi a baj vele. Aha, nyilvánvalóan nem engedi meg nekünk, hogy csak úgy. Na jó, akkor... hát az a baj, ebben a formában még pont nem, mert még benne van a digital write, és akkor... tehát az Arduino az ilyen Blackmagic-et csinál azzal, amit éppen fordítani próbálsz. Mi nem adjuk fel, bezárjuk Robbie Russell-t addig. És azt mondja, hogy inline assembly GCC AVR. Aha, így akarja kapni.
Hát úgy néz ki, hogy neki így kell, úgyhogy akkor azt mondjuk, hogy pordél helyett beírjuk, hogy százalék nulla, és utána pedig írunk annyit, kettős ponttal kell elválasztanunk, és ez abszolút csúnya, de demonstráció céljára megfelel. Tehát még mindig jobb, mintha az egészet assemblybe írnánk, tehát nulláról megírni assemblyben ilyen dolgokat, az már kicsit a ló túloldala, mert nem azt akarom, nem arra akarom kihegyezni a dolgot, tehát az egy assembly workshopnak egy nagyon jó témája lenne. Value required in ASM statement. Én marhára imádom. Egyrészt eltaláltuk az assembly szintaxist, ez már jelent. Igen, de ő százalék nulla. Aha, tehát azt mondod, hogy akkor ezt az R16-ot is innen olvassuk be, de... azért, mert ő... Oké. Okay. Tehát ő pont azt csinálja, mint mi. Ez mondjuk nem rossz. Hát most ezt csináltuk. Ezt csináltuk jelenleg. Most az a kérdés, hogy akkor... ez a value, ez akkor egy előtte definiálták valahogy, vagy? Aha, tehát ő egy R24-jé fogja majd lefordítani. Hát ennek nem annyira örülök, de... mert akkor így most ez... aha, tehát akkor ő neki ezt definiáljuk. Byte-ként, hát... jó, és akkor annyi, hogy itt ugyanezt megismételjük. Csak most ugye megfordítjuk a szerepeket. És akkor itt pedig szintén csinálunk vele ennyit, hogy ezt a value-nak használj fel, igen. Na most mi bajod van? Oh. Hát... ez borzalmas. Igazából, hát most visszavonjuk. Hát kár érte, hogy ezt most nem fogjuk meglátni, hogy kéne lefordítani rendesen, mert ő value-ba akarja tenni, ami az a baj, memória, tehát most épp azt mutattuk volna, hogy milyen jól lehet regiszterbe beolvasni. Az lesz belőle. Egyébként akkor ez a két aláhúzásos dolog is megvan, akkor legalább tudom, hogy két működő dolog közül választottam. Végül az, hogy egyik sem. AVR port D. Szűkítsünk a dolgom. Van német nyelvű találat is, ez nem rossz. Na, ő például azt csinálta, hogy... igen... aha, jó, akkor... kérdés, hogy ő... ja, jó, hogy ezt ő próbálta, tehát hogy ez nem a megoldás. Aha, igaz. Ezért nem árt, hogyha többen nézzük. Hát a cookbook-kal már elég problémánk volt.
Igen, ugyanez az egy jön vissza. Kettővel lejjebb. Jaj, de jó, hogy PDF. Mennyire szeretem, ha valaki PDF-be publikál valamit. Lehető leghasznontalanabb formátum, ugye, Stefan? LaTeX-be mi? Acrobat Distiller for Windows. Zseniális. Ez ugyanaz az oldal, csak például. Használ, próbálj ki ezt. Jó. Abszolút. Lehet jönni workshopot tartani. Szóval a... Igazából leszarjuk akkor az assemblynek a használatát, mert a jelek szerint képtelenek vagyunk megoldani. Úgyhogy megmutatom, hogy miért nem lett volna jó. Szóval... Abszolút. Hogy szokták ilyenkor, matematikai könyvek írják ilyenkor, hogy a további befejezését az olvasóra bízzuk. A francot olyan sokat azért nem. Szelevi, ezt a végén még megnézzük, hogyha sikerül működésre bírni, úgyhogy most... Hát az elvileg ugyanúgy egy GCC-be viszi bele. Nézzük meg. Az a baja, hogy ő nála sem megy bele. Az a baj, hogy kevés a forráskód a válaszokba. Tehát ahol nincs forráskód, az... Ez a vicces, hogy ide mindig visszajutunk. Mondjuk ez... Mert igazából megmutatom, hogy ez hogyan szokott működni akkor. Hát, ha abban ott lesz a megoldás is valójában. Nagy elvér, és az érdekel minket, hogy el sem. Ez a múltkor mutatott cuccot használ, és itt látjátok, nagyon szépen lehet. Out DDR-re, out port B. Tehát ez sima assembly, és lehet, hogy akkor az include kell csak neki. Mert ez, ha megnézitek, ez tök jól pont ugyanazokat az utasításokat használja, amit én leírtam. Ezt én írtam annó, és ez arra jó, hogy mindenfélékkel játszunk egy ilyen nagyobb AVR-re. Innen a fáj neve. Még egyszer, akkor mi volt a neve? Na... Pont ink és... Nagy LVR és nagy LVR pont ASM. Fogjuk és kimásoljuk úgy, ahogy van. És mondjuk ide berakunk egy ilyen részt, aztán vagy elfogadja az eszember, vagy nem. Kihez képeljük ugye az idézőjeleket, ne okozzanak nekünk nem várt dolgokat. És most ott meg a 168-at használjuk. Include expect file name or... Oh, oké. Okay. Jó, hogyha levesszük róla a defet. Bármire elkeresünk. Ezek szerint van ilyen, de... Igen, szóval lehet, hogy az port D, ott volt egyébként valahol, igen, 0x0b. Lehet, hogy megnyugtott. Na, az R16 az konstans. Jó, és annyi, hogy akkor ezt most fel is töltjük rá. Most figyeljünk, hogy most tartunk 96 kHz-nél. Betöltjük, és 174, de feltűnik-e valami a jel alakjával kapcsolatban?
És miért van többet fönn, mint len? Mert a másikat meghagytuk eredetiben. És hát ugye ezen tudnánk még úgy optimalizálni, hogy... tehát ugye az első, amit megláttok a kódban, az az, hogy... hogy akkor most megcsinálnánk ugyanezt visszafele is. És még csak nem is, tehát mivel tudjuk, hogy a mi kódunk nem változtatja meg az állapotot, nem is kéne még egy int nyomni rá, de legyünk szépek most. Tehát kikommentezzük, és majdnem ugyanezt. Most ugye másik irányba dolgozunk, most ugye az end operátort fogjuk használni, ez ismét instruction set summary, és ez elvileg itt lesz szintén az elején. Andi, nagyon jó nő, magyar női név. Egyre több a hölgyekkel kapcsolatos dolog ebben az AVR-ben. És ez ugye azt mondja, hogy vár egy regisztert meg egy konstans, és tök ugyanúgy működik. Azt, hogy vajon miért ilyen pont a jele az endelésnek náluk, ezt ne tőlem kérdezzétek. Náluk pont. Ez oké, de tehát, hogyha a V betűt használ, akkor nem a fejjel lefelé álló V betű az és. Tehát az szokott lenni matematikai logikában, ezért gondoltam, de tegyük fel, hogy mondjuk ez szorzás, és akkor ott még működhet, hogy egyszer egy az egy, egyszer nulla az nulla, nulla szor nulla is nulla, tehát hogy azzal még akár magyarázhatóbb lenne. De akkor mi most annyit csinálunk, hogy ezt átírjuk Andira, és akkor ugye van egy csodálatos értékünk itt jobb oldalt. Most azt akarjuk ugye, hogy az összes többi bit sértetlen maradjon. Igaz, hogy úgyse használjuk, de ez ugye komolyabb alkalmazásnál előjöhetne. Tehát mi a teendő? Egy olyan maszkkal próbáljuk összeendelni, ami minden bitet változatlanul hagy, kivéve azt az egyet, amit mi mindenképp nullába akarunk rakni. Igen, és az ebben az esetben hogy jön ki, hogyha tudjuk, hogy harmadik bitet kell, illetve nem harmadik, hármas bitet kell, mert ugye mivel tesz. Igen? Akár. Egyébként, igen, ez el is fogadja. Tehát akkor pontosan diktált, hogy te hogy írnád le? Sok egyes és egy nulla. Sok egyes és egy nulla. A harmadik biztos nulla. Mármint jobbról a harmadik. Jobbról a negyedik, mondjuk hármasnak inkább. Jó, ne keverjük össze az embereket. Fordítsuk le. Feltöltés. Kész. Na most, nyomni kell most már egy kis autót, hogy szebben lássuk, forlódik. Nem rossz. 888 kHz, de valami nem stimmel már megint vele. Nem, az tök mindegy, az mindenképp egy konstanssel. Tehát a kérdés az volt, hogy gyorsabb-e az, hogy binárisan adjuk meg, de valójában ugyanúgy egy byte, tehát ez fordítási időben történik, ez a transformáció. Tehát most az a kérdés, hogy mi a fenével tölti az idejét ebben a részben? A loop. Így van. A válasz az, hogy a loop már annyi időt elvesz, hogy ugye valójában az Arduino az körülbelül, itt most kommentbe leírom mellé, hogy mit csinál, neki van egy ilyenje, hogy ugye minden C program, ami az ANSI szabványt betartjanak, van egy main függvénye, ez a belépési pontja, és ebben az Arduino az egész programunk elé fordításkor oda csap egy ilyet, hogy setup, majd vicces módon nem while-al, hanem így csinálj, mert ő valahogy így szereti, loop. Így néz ki egy Arduino programnak a main függvénye valójában, és ugye emiatt az még oké, hogy esetleg a fordító kioptimalizálta azt, hogy a for az valójában ilyen kis, tehát az egy végtelen ciklus, tehát gyakorlatilag egy konstans jump-al helyettesíthető, tehát hogy mindig ugyan vissza fog ugrani a végén, de az sajnos nehéz kioptimalizálnia, hogy te mindig ezt a loop függvényt fogod hívni, úgyhogy ő minden egyes alkalommal megcsinálja azokat a műveleteket, tehát ugye most nincsen például helyi változónk, úgyhogy egyedül annyi például a művelet, hogy levigye az utasítás pointert, hogy épp hol tartunk, azt levigye a stackre, aztán mikor visszatértünk, akkor azt arra a címre ugrik, hogy tudja, hol kell folytatnia. Tehát mit csinálunk?
Stefán azt mondja, hogy gotot írunk bele, akkor előtte, ja, mint ahogy a múltkor magas feszültség, hát ugyanaz, de hogy most múltkor volt magas feszültséget használtunk, akkor is volt egy ilyen kis disclaimer, most természetesen egy XKCD képregénnyel emlékeztetjük az embereket, hogy akár raptor támadás is lehet a következménye annak, ha az ember gotut használ. Szóval, igen, észszel, de hát mi most optimalizálni akarunk, hogy ide berakunk mondjuk egy ilyen workshop nevű dolgot. Sőt, mutatok egy még csúnyább abuzolását a programozónak. http://hsbp.org Gotu http. Jogos, egyébként rakhatnánk egy saját while ciklust is, és akkor elkerüljük a raptorokat, de így megmutathattam, hogy milyen jól bele lehet rakni egy http://hsbp.org. Protokollonként egy ilyet lehet C-ben, tehát ha van esetleg FTP, HTTPS, Gopher címetek éppen kéznél, de most a Firefoxban sincs Gopher, úgyhogy a világ összedől. Töltsük fel és nézzük meg, hogy sikerült-e jó eredményre jutnunk. Hát ez már egy kicsit azért kellemesebb. Nyomunk rá megint egy autót, hogy még jobban lássuk a viszonyokat. Tehát most már így majdnem annyi időt tölt fönn, mint lenn. Igen, nagyon szép. Látjuk, hogy egy picit ezért szerintem még mindig több időt tölt lenn, mert ugye az a jump, az most már órajelben, tehát azt ugye összeszámoltuk, egy óra jelez. Tehát tudjuk, hogy egész pontosan 3 órajelet tölt lenn, és utána viszont, vagy hogy is igen, 3 órajelet tölt fenn, vagy lenn, Nem, mert utána 1 órajellel jár legalább, amíg visszagotúzik. Nem, az out és out között van fenn meg lenn. Tehát valójában fenn van 3-at, lenn van 4-et. Ezzel szerintem ezt majd a kedves nézők is kitalálják maguk. Igen, ez a kérdés, hogy ez valami milyen jumpra fordul, nem tudom, hogy mennyit hagy itt az Arduino, hogy meg tudjuk-e nézni, de én nagyon szeretném, ha meg tudnánk nézni, úgyhogy reménykedjünk benne. A kérdés, hogy most éppen hova fordít az Arduino. Mert most ugye nincsen megnyitott projektünk, hanem a Blinkbe módosítunk bele, vajon ezt engedi elmenteni? Nagyon nem próbáljuk ki. Szóval a gotut az valószínűleg egy vagy két utasításos jump-á fordítja. Nézzük meg, hogy mit csinál a jump. Itt vannak a branching meg jumping utasítások. És itt van egy direct jump. Ezek ugye már csak egy paramétert vannak, hogy hova akarsz ugrani, és ezek bizony 2 meg 3 órajelesek. De szerintem, mivel ez közel van, itt szerintem ki tudja RGMP-vel oldani. Szóval, viszont ugye láttuk, hogy mi milyen, igen? 2 megahertznél járunk. Lehet ezt még fokozni, így van. Ezért mondtam, hogy ilyen sorrendbe menjünk, mert így tudunk szépen egyre följebb menni. Kérdés, hogyha kiszedjük az elejéről a LED valamit, az nem gyorsít-e? Az igazság, hogy nem, mert a... Szerintem... Nem, tehát amikor... De azt nem... Tehát az, hogy magával... Olyan nincs, hogy magával viszi. Tehát azt fogja, és amikor a program elindul, akkor azt a stackbe lerakja. És utána az, hogy ő a stacken van, maximum foglalja a helyet. Van feleslegesen, ugye az Intas beszéltük a múltkor, hogy 16 bit AVR libc esetén. Tehát van 2 byte-od, amit elhasznál a 16.000-ből, 16.384-ből, és ez jó, nem biztos, hogy tetszik, de azon kívül számítási teljesítményben nem okoz gondot, sőt, nagyon valószínű, hogy a fordító ki is optimalizálja, mivel látja, hogy írás nem történik bele, akár ide be is rakja mindjárt a 3-ast közvetlenül. Tehát a GCC-t sose kell félteni, hogy ő szarkódot csinálna, és épp ez az, amit most ki fogunk próbálni, hogy
Oké, megírtuk ezt így. Szerintem ide rakunk is ilyen kommentet, és benne hagyhatjuk az eredeti kódot is. Most azt mondjuk, hogy ez volt az eredeti, tehát ez az Arduino. Akkor most csinálunk egy olyat, hogy kikommentezzük ezt, és ez volt az assembly. És akkor majd szépen, ha nyilván most is kirakjuk majd a kódot, lehet látni, hogy mit kell mihez kikommentezni. Ez pedig teli van szénsavval, ez ilyen protip. Közben leszakad az Arduinónk, de mi nem félünk ettől, nem ijedünk meg, visszadugjuk a helyére. És most azt fogjuk kipróbálni, mi van, hogyha mi próbáljuk meg, tehát azt mondjuk, hogy nem próbálkozunk okosabbnak lenni, és kihasználjuk, hogy a C fordító mit tesz nekünk lehetővé. Igen. Azt mondja, hogy a bit manipuláló utasításokat kihagyjuk. Egyébként jogos volt a felvetés, az a kérdés, hogy vannak nyilván jobb opkódok is, de ugye most, tehát ezt úgy nagyjából mindenki össze tudta volna rakni, ha megkapja ezt a PDF-et, hogy van inutasítás, van out-utasítás, van end-megor utasítás. És persze minden egyes mikrokontrollernek megvannak a maga kis saját funkciói, amik még ügyesebben csinálják meg azt, amit szeretnénk, de az ugye már egy másik kategória, amikor az ember egy adott mikrokontroller fajtát ismer, és arra optimalizál, mint az őrült, de az Arduino nem feltétlenül erről szól. Mi most kipróbáljuk, hogy mi van, hogyha azt mondjuk, és ehhez már az Arduino környezetet végre lehet, hogy ki is dobjuk, és átmegyünk. Aha, ezt most gyönyörűen el kidobtuk. Milyen jó, hogy megvan videón. Egy LC-t egyrészt most IRC-n meg kell húznunk. Pörgettünk a Lamer szemlélőn, 435.139-en áll jelenleg. Használjátok ti is egészséggel. És bemegyünk a sketchbookba, és csinálunk most egy ilyet, hogy Blink 2. 2, és elkezdünk egy kis sajátot írni. És most, hát szokásos void szerep. Továbbra is megcsináljuk, hogy pin mód 3 output, és van a loop, ami pedig azt szeretnénk, hogy lehetőleg jó hatásfokkal kapcsolgassa ki be. Akkor most csináljunk neki egy olyat, hogy ugye azért kellett int meg outot használni, mert ezek ilyen speciális úgynevezett portok. Tehát ezek legjobb hely regiszterként képzeljük el, aminek különleges hatása van arra, hogy éppen ezek a pinek, ezek fönn vagy lán vannak. De ugye a C nyelvben nincsenek erre struktúráink. Tehát a C nyelvben alapvetően memóriát manipulálunk folyton, ezt az AVR-esek is tudják, úgyhogy voltak olyan drágák, és bemeppelték ezeket a regisztereket a memóriába. Tehát vannak olyan speciális memória címek, amelyekbe ha írsz, akkor ezeket a regisztereket írod, és ha olvasol belőle, akkor azokat módosítod. Úgyhogy most próbáljuk ki azt, hogy tehát van ugyanúgy port D, ez egy rendes változó, nyilván definálva van megfelelően, és most ha ugye azt mondjuk, hogy ezzel szeretnénk játszani, akkor először is azt mondjuk, hogy amikor bekapcsoljuk, akkor ugye 8-szal a szendély, összevagyoljuk, amikor pedig kikapcsolni szeretnénk, akkor nem lövi le a point. Akkor mondjuk használjuk megint ezt a jó kis formát. Nem tudom, hogy ezt a GCC mennyire fogja megenni. Ebben a formában próbáljuk ki. Ugye ide hozzuk ezt a jó kis arsconce binárist. Arsconce, nem. Akkor az nem ott van. Nem is ott van. Ott sincs, akkor az apok közé tettem. Ezért jó, ha az ember kategorizálja a dolgait, mert biztos, hogy nem ott fogja találni a félig ilyen, félig olyan dolgokat.
le is fordította, hogy mi a kérdés? Szóval most szépen lefordult, igaz, hogy 3.28-ast használt, úgyhogy írhatjuk is át, hogy Arduino board egyenlő at meg a 168. És milyen aranyos, tényleg azt használt, ezért szeretünk arsconce-ot használni, tákolt még fájlok helyett. És akkor ezt most föltöltjük, akkor nézzük, hogy mit tudunk elérni vele. Azt látjuk, hogy mivel nincsen benne Gotu, ezért nem feltétlenül fog úgy... Ja, mert annak nem adtuk meg az Arduino boardot. Na, most mit csinál? Most megint látjuk a nagy szüneteket, mert ugye nincsen benne Gotu. Úgyhogy javítunk egy picit a helyzeten, megint beleírjuk a http, hsbp.org-ot és Gotu http. Újra föltöltjük rá. Látszik, milyen szépen villog, amikor föltöltődik, és hát mit a dég, megint nagyon hasonló. Viszont egy picit gyorsabb, 2 MHz volt az előbb, most 2,67 MHz-el megy. Lehet gondolkozni. Hoppá. Optimalizált a GCC, hangzik hátulról a tip. Hát mi meglepő, a GCC-vel ezt akartuk demonstrálni, és azért használtunk sconce-t, mert elvileg az meghagyja nekünk a build-ben a dolgokat. De ahogy elnézem, még az se kell hozzá, mert ott van közvetlenül ez a... Na, itt van ez az elf file, ez a lefordított bináris file, a hex az annyiban, az ugyanaz, csak reprezentál, csak egy másik reprezentációban. És most azt mondjuk, hogy avr obdump és blink2.hex. Ez az obdump, ez a GCC-hez tartozik, és annyit csinál, hogy egy... hogy például többek között az assembly-ben visszaadja, hogy mi a lefordított kód. Az AVR prefix azért kell, mert nekem telepítve van a rendes X64-es processzoromra hozvaló GCC is, és ez pedig az AVR-hez fordított GCC. És hogyha szépen megnézem, hogy pontosan mit kell megadni neki, azt mondja, hogy fileheader, disassemble, az a minusz D, és a minusz nagy D, ez a minden szekciót disassemble-ünk. Ez nagyon jó. Irányítsuk bele egy Vim-be. Mi az anyádért? Nem. Na jó, elég lesz egy lesz is nekünk. File format iHex. Mert, nem a, mert a hexet adom meg neki, és ti nem szóltok. Jó, szerintem ezt egy picit arrébb is visszük. Hát igen, ennek lehet, hogy ki kell... Ó, így még pont kifér. És... Hát egyrészt látjátok, hogy ezeket mind az Arduino hagyja benne, és hopp, itt vagyunk a loopnál. Itt a loop. SBICB. Egyrészt a 0x0B-t így legalább mindenki tudja, hogy már micsoda. Az ugye a port D. Ott, és itt egy 3-as. Meg ott is egy 3-as. Nem is írtunk 3-as számot egyszer se a programban. Hogy harmadik bit. Vagy 3-as bit, igen, ezt most én is elrontom, 3-as bit. Így van, Stefán mondja, set bit immediate és clear bit immediate, és látjuk, hogy REMPV fordult, úgyhogy ezt is jól tudtuk. Megnézzük, hogy van-e ilyen, hát azt tudjuk, hogy van, mert lefordult, de nézzük meg, hogy mit ír róla a dokumentáció, hogy ezt kellett volna észrevenni, hogyha mi tudnánk fejből, hogy melyik utasítás mit csinál. Szóljatok, ha látjátok. Hogy? Ott volt, ahol az Ori, azt mondja az úr. Mindenki látja, csak én nem. Ez a legjobb ilyenkor. Lehet, hogy kontroller fog nekünk segíteni. SBI. Az ABI se rossz. Ez mondjuk vicces, hogy... Ja, vannak XML, hát az, ezért szeretjük. Jó, ez már... Azt mondja, hogy egy ilyen utasítás pedig nincs.
Itt van ez. Mert a bit and bit test instructionsnél volt, tehát nem az orinál volt, jól félre lettem vezetve. Látjátok, gyerekek, ezért ne higgyetek idegeneknek. Tehát, ha megnézitek, akkor itt, ahol ilyenek is vannak, hogy shift left, meg shift right, itt van egy ilyen is, ami pont egy IO regisztert módosít, tehát nem kell kibeolvasni egy ideiglenes változóba vagy regiszterbe, és mindjárt annyit csinál, hogy megadod a portot, meg a bitet, és az annyiadik regisztert, vagy annyiadik bitet módosítja egyre vagy nullára. És ugye most akkor jön az, hogy egy C-kóder mivel tudná ezt még optimalizálni, hát azt tudná mondani, hogy van nekünk egy ilyenünk, ez a XOR. És most azt mondanánk, hogy fordítsuk akkor le, meg töltsük is fölre. És most milyen lett? Hát... 160 MHz-et ír, amit én annyira nem hiszek el neki. 1,60-as, csak olyan pici a pont, hogy nem látom meg. Éljenek olyan LCD-k, amit ilyen szögből már nem lehet olvasni. Tehát 1,60 MHz rosszabb lett. Miért lett rosszabb? Hát a legbiztosabb az mindig az, ha megnézzük a kódot, ugye? Egyrészt ugyanannyi gotu van, mint adatváltoztatás, ez se rossz, de... Van fölötte a loop. Na, látja valaki, hogy mi a borzalom benne? Így van, mert a set bit, clear bit, az még ilyen van, arra le tudja fordítani, ki tudja optimalizálni, de XOR bit az nincs. Te is azt mondod, ugye, hogy nincs XOR bit. Nagyon jó. Azt mondja, nem ismeri az AV-et. Hát ezért jött valószínűleg ide. Na jó, akkor játszunk tovább vele, mert a jelek szerint akkor ilyenekkel játszani az igaz. És... Így van, egyrészt unrollolhatnánk a ciklus, hogy milyen az, hogyha többször egymás után végrehajtjuk. Tehát visszaállítjuk ezt az eredeti állapotot, és copy-pasterünk mondjuk így ötöt. És ezzel ugye kikerüljük, hogy milyen költséges dolog ezt újra csinálni. Ugye kérdés, hogy mennyit copy-pasterhetnénk, hát ugye ameddig a memóriája tart az eszköznek. Tehát, na, azt mondja, hogy igen, ez kell nekünk. Újra föltöltjük. Na, most egész jól állunk, itt beállítjuk. 3,42, és azt mondja, hogy néha ugrik egyet, hát ilyenkor fogjuk, és a trigger levelt beállítjuk úgy, hogy ne csináljon ilyet, és akkor már is nem ugrik annyit. Mert azonban egy trigger az nagyon közel volt a nullához, és már annyira, tehát minél nagyobb a frekvencia, ugye annál csúnyább torzulások keletkeznek, akármilyen kábelt is használsz, előbb-utóbb lesz az a frekvencia, ahol előjönnek a torzulások, és már egyszerűen eljut odáig, hogy esetleg annyira túllő meg rezeg az alján, hogy a triggert azt nem mindig találja el, hogy behozza középre. Tehát a scope alapesetben ez most olyan üzemmódban van, mint a hagyományos képcsöves alapúak, tehát mindig frissen tartja a képet. Szerencsére ez már tud olyat is, hogy fogja, egyszer elkapja a triggert és úgy is tartja, de most épp nem ilyenben van, de például most azt mondom, hogy stop, akkor így megáll, és akkor akár ki is húzhatom belőle az egészet, és megtartja, de abban nincs semmi vicces, meg nem tanuljuk meg, hogy kell a trigger tisztességesen beállítani. De akkor azt mondtuk, hogy nem lehet egy írással megoldani. Hát az a vicces, hogy ha visszamegyünk az IO-hoz, akkor, és mondjuk kicsit kimegyünk, úgyhogy tudjak böngészni is, akkor nem tudom, mennyire van ez ledokumentálva itt. Hát, most ezt aztán nem fogom megtalálni szerintem. Lehet, hogy le van dokumentálva, de én Hackaday-en olvastam. És most kipróbálunk egy olyat, hogy ugye írjunk bele a pindébe. 8-at. Nem PDF info, hanem
fordítsa le és töltse föl. És most 2 MHz-nél tartunk, mert ugye most minden egyes után gotu van. De ha megnézzük, hogy hogy néz ki az object dumpunk, akkor már egészen kellemes helyzetet találunk. Majdnem. Egy SBI-re lefordult, de mégis továbbra is elérjük azt, amit szerettünk volna, ugyanis ez egy kevéssé ismert, mondjuk így, mert azt nem merem kimondani, nem dokumentált funkció, hogy ugyan van ez a PIN regiszter, amit arra használnánk, hogy olvassunk egy regiszterből, de valójában ez arra jó nekünk, hogy ha beleírunk egy bitet, és kimenetre van állítva, akkor fogja és megszorolja a kimenetet azzal, amit akarunk. És ez ugye annyiban még viccesebb, hogyha többet állítunk be, akkor egyszerre több pinen, tehát akár egy utasítással 8 pinen is meg tudjuk fordítani, hogy épp milyen logikai jel van kin. Tehát igen, 8 bites architektúra, ami meglepő, 8 bitekkel tud legjobban dolgozni egy utasításon belül. Tehát így végül meg lehet oldani, amit szóral akartunk a C-ben, csak a szegény fordító nem tudja, hogy azt meg lehet vele csinálni. És egyébként, amiért érdemes ezt ismerni, például a múltkor léptetőmotorokról tanultunk, hát nézzük meg, hogy az Arduino-sok hogy csinálták meg a léptetőmotorokat. Nagyon tanulságos egyébként. Sőt, akkor szerintem be is csukom, és ebben a Vim-ben be tudjuk tölteni. Tudom, Stefan mindjárt mondja, hogy bezzeg. Arduino 1.0.2 Libraries, és azt mondja, hogy Stepper, és igen, Stepper CPP. Ez a hivatalos Stepper Library Arduinohoz. Leírja, hogy hogy kell használni, gyönyörű. És utána, ha megnézed, hogy mit csinál, beállítgatja, hogy mit adtál neki, outputra rakja. Tehát tök jó, hogy akár futásidőben is megmondhatnád, hogy melyik pineken akarsz te stepper motort hajtani, de hát igen, ezek is még ilyen logikai utasítások, de hol van még digital write? Tehát ilyeneket csinál rajta. Hát, ha belegondolsz, azt már láttuk, hogy a digital write már egy pinre is pokoli lassú, de ha neked mondjuk van egymás mellett 4 vagy 8 pined, amire írni akarsz, akkor pláne 4x8-szor végrehajtod a digital write-ot külön-külön, miközben egy darab utasítással 8 bitet ki tudsz nyomni rögtön. Úgyhogy ezzel nagyon durva teljesítmény növekedést el lehet érni, mert tehát, hogyha úgy is tudod előre, hogy neked pontosan melyik pined lesz, tehát az a legritkább eset, hogy neked tényleg futás időben jön majd meg, hogy 8-as vagy 9-es pint akarsz, akkor igen, kérdés, onnan. Ez most általános esetre értettem, hogy úgy általában, ha egyen van, így van, tehát nyilvánvalóan, ha 2 külön regiszteren vannak, akkor 2 utasításra van szükség, bár még az is mindig gyorsabb, mint egy digital write-ot végigvárni. Tehát jogos, és éppen ezért, hogyha már előtted van ez a... nem ez a kép. Bár az is mindig előtted lehet, tehát hogyha ez előtted van, akkor már eleve úgy tudod tervezni a shieldedet, vagy az alkalmazásodat, hogy úgy jöjjön ki, hogy tehát például mondjuk számítógép párhuzamos portjára kötnél egy Arduino-t, tudom ilyet miért csinálna bárki is, akkor például megteheted azt, hogy például a PD az pont ki van mind vezetve, tehát PD 0, 1, 2, 3, 4, és utána PD 5-öt hol látom, ott van 5, 6, 7, akkor azt pont arra a 8 bitre rátolod, ami az adatvezetéke a párhuzamos portnak, és már is tudsz szépen egy utasítással pont az egész portot kitolni meg. Kicsit egyszerűbb is C-ből kezdeni, hogyha belegondolsz, ki akarsz vinni egy 8 bites számot párhuzamos porton, mármint most nem is feltétlenül LPT, hanem úgy általában mind a 8 bitet egyszerre akarod kitolni, akkor kicsit egyszerűbb azt a számot kiírni erre a portra, mint nekiállnod elshiftelgetni bitenként digital write-olni egyet, majd ugyanezt a túloldalon visszafele eljátszani. Úgyhogy igazából IO optimalizálásról ennyi volt a rész. Ezzel a részével kapcsolatban van egy kérdés esetleg. Valakinek nem volt világos valamelyik része,
nem ért egyet velem. Stefán már készül arra, hogy milyen gyors lesz a robot hadserege. Egyébként lehet, hogy a múltkor ez is volt a baj, amikor megpróbáltuk nagyon gyorsan léptetni a léptetőmotort, hogy a library se bírta tartani az ütemet. Szóval, említettem még a kis promóban, amit írtam hozzá, hogy egyáltalán kihagyhatjuk ezt az egész Arduino-s játékot, mert Arduino Wiring Library-t a dologból, ezzel, tehát még azt nem mondom, hogy a bootloadert hagyjuk ki a dologból, mert az mindig nagyon kényelmes, hogy rádugod a gépedre egy USB kábel, és működik, és nem külső programozó, meg egyéb főzőcskézés, ami, hát itt is írja egyébként ez a leírás, és ezt tényleg jó figyelembe venni, nem tudom mennyire látszik ott, nyilván mert a fejem kitakarja. Tehát, hogy van ez a 17-es, 18-es, 19-es pin, tehát az ugye itt helyezkedik el. Ezek ki vannak digitális pinekre vezetve, ugye ha megnézzük ezzel, ráadásul pont a 13-as az, amire a LED is kötve van. Tehát, hogy ezekre nem köthetsz akármit, hogyha te ezen a 6 tűs headeren keresztül programozni szeretnéd az Arduino-dat, mert egyszerűen bele fogsz szólni abba, amikor programozod. Tehát vagy le kell tudnod venni róla az összes többi részt, vagy pedig máshogy megoldani. Tehát emiatt jó az, hogyha használhatjuk azt a jó kis beépített bootloadert. Viszont mégis szeretnénk kiadni belőle, például itt felmerült, hogy Arduino-ról Arduino-ra egyre nagyobb lesz az a bináris, ami a Blinkből fordul, mert fejlesztik a library-t, és a fejlesztés sokak számára azt jelenti, hogy minél több feature-t rakunk bele. Például OpenVRT projektnél is jól látható, hogy egyrészt örülünk annak, hogy nagyon sokféle routeren fut, de közben valójában arra az egy routerre, amire eredetileg kitalálták, egyre nehezebb felrakni és egyre lassabban fut. Szóval Arduino-nál is ez vagy, támogat most már egy ARM-ot is, de hát így a library is egyre összetettebb, hogy minél több eszközt le tudjon kezelni. Szóval, amit most mi csinálni fogunk, kipróbáljuk, hogy milyen, hogyha magunkra vagyunk maradva. Hát azt már tudjuk, hogy iózni tudunk még. Tehát, amit kipróbálunk, ezt mondjuk akkor... jó lenne, nem nulláról indulnánk ki, de se baj. Tehát ugye azt tudjuk, hogy IO-t azt ezekkel a regiszterekkel tudunk mostantól kizárólag csinálni, tehát például most azt mondjuk, hogy akkor csináljunk egy ilyen main.c-t, akkor ugye nekünk, hát most írhatnánk, hogy int main, de az a lényege, hogy ez igazából senkinek soha nem fog visszatérni. És már is kell nekünk egy include avr per io.h, mert az Arduino-ban ez is szép, hogy amilyen mindenféle include-ok kellenek neked, azt ő elé csapja. Tehát neked erről nem kell tudnod, hogy hogy működik. Itt most tudni kell. És azt mondja, hogy mondjuk csináljuk csak ezt a blinket meg újra, akkor eleve pin mode output. Akkor ugye DDR-t kell használni, utána írod, hogy hanyas vagy hogy melyik portot akarod, és ebbe, hát mondjuk most azt mondjuk, hogy a D-t azt úgyis teljesen kontrolláljuk, mondjuk akkor beleírjuk ezt a 8-at, de van, akinek ez nem tetszik, ilyenkor mit csinálunk? Van nekünk ilyenünk is. Csomó ilyen konstans definiáltak, hogy ez most ez jó kérdés, hogy így definiálták-e. Mert mindig elfelejtem, hogy ezt lehetne így is, meg persze lehetne így is. Ugye? Milyen kis aranyosak. Tehát emiatt van az, hogy van, ahol utána írják az n-t is, mert ilyen szimbolikus konstansokkal sokkal szebben lehet megadni egy ilyen bitmaszkot, főleg, hogyha egynél többet állítasz be, vagy hogyha mondjuk nem ilyen egyértelmű, hogy pont a bitjeire van leképezve, hanem mondjuk 8 különböző funkciót állítasz egy byte-nak a különböző bitjeivel, akkor már kicsit jobban néz ki, ha szétszedve rakod. A fordító úgyis, mint ezt már tisztáztuk, egyetlen konstanssá fogja lefordítani. És itt jön az, hogy akkor csinálunk egy while 1-eset, és itt annyit kérünk tőle, hogy port D az először
Na jó, nem 0x. 0b1110111, majd port b, és akkor legyünk szépek, ez meg pont az ellentétje. Jó. Ezt már csak le kell fordítani. És ilyen szempontból szerintem most kicsit lopni fogunk máshonnan. Mégpedig szerintem egy az egyben lenyúlom, van egy nagyon jó projekt, a Fujiban is használtam, ez a VUSB, és annak van egy jó makefile-ja, a VUSB az teljesen kihagyja az ilyen Arduino-s libeket, hát nem csak Arduino-kra írták eleve, ebből következik, meg őnek nagyon fontosak az interruptok és időzítések, tehát nem lehet az, hogy az Arduino-nak az időzítési feladatai elveszik az időt az USB interrupt elől. Nézzük is meg, mi van ebben a makefile-ban. Beállított, hogy milyen eszközöd van, ez csak sima syntax magic, tehát ez még nem állít be semmit, hanem legalább tudsz rá mondjuk device-ként meg FCPU-ként hivatkozni. Ez FCPU jó kérdés, hogy miért kell megadni, van esetleg valakinek tippje, ez a frekvenciája hercben az órajelének a CPU-nak. Mi a fenének kell tudni, hogy tehát mondjuk lefordítasz PC-re egy programot, ez nem tudja, hogy hány megahercen fog futni, nem kell. Pontosan, delay függvények céljára. Amikor te időt akarsz várni, akkor te szereted inkább másodpercben vagy millisekundumban megadni, nem pedig órajelek számában, és ő viszont honnan máshonnan tudná, mint hogy definiálod. És igazából, ami itt hátra van, az már igazából, ami a lényeg, AVR-GCC, ugyanúgy hívjuk, az OS, az méretre optimalizál, és ez a minusz D-vel meg tudunk adni define-okat, ami, tehát olyan, mintha a hashmark define-nal beírtuk volna a program elejére, ugyanúgy fog viselkedni, és a minusz MMCU-val adod meg, hogy milyen eszközre fordítsa konkrétan, mert ez eszközönként eltér, hogy milyen utasítások vannak, van-e itt SBI, CBI. Úgyhogy igazából lényeg ennyi, amit az ugye látjátok, mint megjegyzés, amit csinál az itt, hol van a flash, itt van a fordítás, ezt a compile-t, amit odafön láttatok, egyedül annyit csinál, hogy minden C-file-ból csinál egy O-file-t, majd utána az egészet összerakja ebbe a main elfbe, úgyhogy GCC, tehát ugyanazt a GCC-t meghívja, csak most az összes O-file-t felsorolja, és azt mondja, hogy ez legyen a végén egy nagy elf-file, ez ugye azért kell, hogyha több külön fájlunk volt, az most kerül egybe, és a main elf az már az, amiből készül a main hex, ami annyi, hogy mondtam, ugyanaz az adattartalma, csak más a formátum, a hex az, ami konkrétan föl fog menni az eszközre, ebbe is benne van ez a kis kellemes rész, hogy tehát ez az AVR size, ez nem feltétlenül kéne a fordításhoz, viszont abban segít, hogy látod mindjárt, hogy mekkora lett a fájl, és igazából ezzel meg is vagyunk ilyen szempontból, tehát ha most azt mondom neki, hogy mondjuk make a main.o, akkor mi a baja neki? DDRD3-ból nincsen. Hát ez az, hogy most fejből biztos nem mondom meg, hogy van-e ilyen definiálva, úgyhogy legyünk puritánok, sőt írjuk binárissal, mert úgy legalább konzisztensek is leszünk. Make main.o, nagyon szépen lefordult, most akkor van nekünk egy main.o fájlunk, elf 32-bit, nagyon jó, AVR 8-bitre van lefordítva, és megnézzük a makefile-t, abban benne van, hogy ő milyen objektumokat fog keresni, ezt most egy picit át is írjuk. Hát ő keres egy csomó ilyet, mi nekünk egyedül a main-o kell. Tehát azt mondjuk, hogy make hex. Úgy néz ki, hogy ő nagyon szeretné, hogyha ezek elérhetők lennének. Igen, az USB DRV-re dependel, azt kivesszük belőle. És igazából már is kész van. Csinált egy main hex fájlt, amit most már föl tudunk tölteni. Egyébként ezt is megnyithatjuk, nagyon tanulságos ez az Intel által kitalált formátum. És nevéhez méltóan tényleg hexákból áll.
Az elején van, hogy milyen címre kell tölteni, és utána, hogy milyen adatot, és az utolsó, amit itt később van barnítva, az pedig egy ellenőrző összeg. Tehát ebbe az a jó, hogy ezt akár copy-pasteled egy e-mailbe, vagy tehát ami plain text, azt már elég egyszerű továbbítani bármilyen rendszeren keresztül, de közben az ellenőrző összeg miatt azt is megúszza, hogyha valaki beletöröl egyet, mert azonnal föltűnik, hogy srácok, ez itt nem stimmel. Szóval... Egyébként, ha jól láttam, talán az első az meg az, hogy pontosan hány következik utána, mert itt ugye egy van, itt pedig nulla e, utána a cím, és ennyi. Nem egy bonyolult dolog. És utána akkor már csak az upload jön, ezt a makefile végezni el szintén, de nézzük meg mi is, mert most ugye azt szeretnénk, hogy magunktól is tudjuk. Ő azt mondja, hogy AVR gyúddal flash-elné föl. Ez most vagy jó, vagy nem. Megnézzük, hogy mi eszközünket támogatja. Hát nekünk most nem USB, OSP kellene. Ott írja is, hogy írd át a te programozódnak megfelelően. És szerintem ehhez meg egy másik scriptemet fogom bemutatni. Fuji firmware upload SH, meg PulseDTRPy. Ezt a PulseDTRPy-t Stefánnak köszönhetjük. Miért van rá szükség? Ha megnézzük az upload SH-t először, amit mi csinálunk, ugye már készen van a main hex, tehát azt megcsináltuk például a makefile-al, és föl tudjuk tölteni, ugye itt is meg kell adni, milyen eszközre töltött föl. Az STK 501 ez a programozó típusa, ugye most valójában nincs programozónk, de a bootloader úgy van megírva, hogy az STK 500-nak a protokollját emulálja, ami azért előnyös, mert nem kellett új kódot írni kliensorra, tehát minden program, amit tudta az STK 500 programozónak a nyelvét beszélni, az tudja ezt is csinálni. Meg vagy melyik portra van rákötve, ez oprendszer függő nyilván, és milyen sebességgel nyomja ki rá. Viszont ugye ahhoz, hogy tudja, hogy most a bootloadernek kelljen futnia, ahhoz újra kell indítani az Arduino-t. Ez régen úgy történt, hogy konkrétan amikor programoztad, azért is van rajta mai napig a reset gomb részben, hogy meg kellett nyomni, és rögtön utána tölteni rá a dolgot. Emiatt 3 másodpercet várt is minden bekapcsolás meg reset után, hogy akarsz-e rá programot tölteni, mert azért azt nehezebb eltalálni, hogy mondjuk egy 100 millisekes időablakba pont bele nyomd az entert, és pont olyan lassú legyen a géped. Viszont az új Arduino rájöttek, hogy tök jó, van a soros portnak egy DTR nevű kis bitje, ami azt hiszem ez a data terminal ready, vagy valami hasonló, és ezt nyilván itt nem használjuk, tehát csak a küldés-fogadást használjuk, ezért ezt a bitet, ezt rákötötték a resetjére az Arduino-nak, és ha megnézzük ezt a kódot, ez annyi, hogy megnyitja a soros portot, amit kapott az első parancsori paraméterben, és beállítja a DTR-t, majd fél másodperc után visszaállítja. Tehát újraindítja az Arduino-t, és közvetlenül utána rá is tölti a programot, ezt most próbáljuk is ki. Föl is írta, és hát úgy néz ki, hogy ismét működik a programunk. Most például sokkal több időt tölt fent, mint lent. Még jó, hogy van egy ilyen is, hogy ebben a makefile-ba egy ISA SM, ami ugyanazt csinálja, mint ami a múltkor, csak most meg is mutatja. LD, out, tehát most nincsen külön loop meg setup, most csak ez a main az egész programunk. Picit errébb is viszem, és újra elindítom, hogy egy sorba kijöjjön minden. Tehát ennyi az egész programunk. Mit csinál? Betölti a 8-as értéket egy regiszterbe, ez a 24-es. Ugye milyen jó oldalt ki is írja, hogy 8, hogyha ebből nem jöttünk volna rá, hogy 8. Majd ezt követően ezt kírja a 10-esre. Ez akkor most hát tudjuk, hogy valószínűleg ugye így jönnek sorba, hogy először a DDR, utána a port. Igen, mert ugye a 0A meg 0B. 0B-ről tudjuk, hogy a port. És ezt követően annyit csinál, hogy fogja clear-eli a bitet, meg set-eli a bitet, és a végén annyit mond, hogy jumpol, mi jumpol -6-ot, ami ugye tudjuk, hogy két bájtosak az utasítások, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor ez a legtisztább dolog, és akkor nyomjunk is rá 2,67 MHz jumpal együtt.
az unrollolt volt, és hát jogos lenne a kérdés, hogy, hogyan értük el ezt a... Tehát mondjuk csináljuk meg most is az unrollt, Stefánnak a javaslata, nagyon fél javaslata mentén. Ugye most azt kell nekünk megint csinálni, hogy make hex. Látjuk, lefordult újra, upload. És most 3,44 MHz-nél tartunk. Nem emlékszem, hogy mennyivel volt, tehát milyen volt az ötös, ötszörösen árról volt az előtt? 3,6. Nem feltétlenül. Annyi, hogy egy csomó interruptja is van az Arduino-nak, amik például arra használ, hogy az időt karban tartsa. Tehát jelenleg egyetlen interruptra sincs itt beállítva semmilyen kezelő, míg az Arduino mindjárt azzal kezdő, hogy például beállít egy interruptot arra, hogyha ilyen időzítők lejárnak, és így oldja meg a delay függvényt. Mi? A vasdog az más kategória, az más. Szóval ilyen az Arduino, hogyha nincsen hozzá libünk. Kis elborzasztásnak megmutatom még, hogy akkor soros kommunikációt hogyan lehet. Ugye a serial.begin-t azt láttuk, hogy hogy néz ki. Hát most nézzük csak. Usart 0. Ez az univerzális szinkron és aszinkron soros adóvevő, ennek a rövidítése. Most azt akarjuk megnézni, igen, egy blokkdiagram, minden megvan. Annyi kell, hogy hogyan kell elkezdeni. Hát kapsz egy adag egyenletet, nem tudom mennyire látszik. Számolt ki, hogy te milyen gyorsan szeretnél adni. És akkor ezzel lehet megvalósítani. Tehát ugye ott van a baud rate, azt mondjuk csináljuk meg 9600-ra. Tehát van az FOSC, baud rate, és mi a kérdés? Baud rate, UBRRN, tehát oda-vissza megvannak az egyenletek. Most csináljuk meg UBRRN-nel, azt mondja, hogy FOSC, oké, normál módot fogunk használni, csak nem akarom, hogy elrontsuk. Jó, tehát az FOSC az 16 millió, a 16-szor a baud rate az pedig 9600-szor 16, tehát ismét Python-t használunk számológépnek, 16 millió osztva, menjek lejjebb. Abszolút. 16 milliót elosztjuk a 9600-szor 16-tal, zárójelezünk, mert gőzöm nincs, hogy épp a Python hogy szereti, és ebből kivonunk egyet, ez 103, és ezt kell beírnunk abba a bizonyos regiszterbe, csak az a kérdés, hogy hol is van. Tehát van két regiszterünk, azért van belőle kettő, mert akár ez az érték lehetne több is 255-nél, tehát high-ba meg elbe kell írni. Úgyhogy most ezt írjuk át úgy, hogy van szívem törölni, van. UBRR 0H az legyen 0, UBRR 0L az pedig 103. Nem tudom, ugye mindenki szerint jól számoltam. És ezt követően annyit kell csinálnunk, hogy szóljon, aki látja, hogy pontosan mi lesz a feladat. Ja igen, frame formátot is be kell állítani. Éjjaj, és itt is van a leírás nekünk, ezért szeretjük, van benne C forráskód kirakva. Beállítjuk, hogy legyen engedélyezve a adás. Tehát ez az RX színéből, meg TX színéből. Itt az N-ez nekünk nulla, mert egy soros port van az egészen. Frameformat 8 data 2 stop bit.
Hát ezt mi annyiban módosítjuk, hogy ismét nullát rakunk ide. És igazából már csak annyi a kérdés. Ott van data transmissions. Tehát be kell állítani a transmit bitet, és akkor lehet adni. Tehát először is várni kell, hogy kiküldje az előző adatot, tehát ezeket mind megcsinálja nekünk a csodálatos Arduino, most már értékeljük, ugye, hogy mi mindenre jó ez nekünk. Tehát ott egy végtelen ciklusba várakozunk, UDR nullába berakjuk az adatot, ez mondjuk most legyen 0x42, mi más lehetne, és ezek után igen, lehetne 9 bittel is, és ezek után annyi kell, hogy ezek után el is küldi magától. Hát ki kell próbálni. Az N az valóban jogos. És ezeken a helyeken is így maradt. Jó, azt mondja, hogy make main.o. Mi a baj? Végét eléri. Hát igen, ezt szépen be kéne rakni, mondjuk így, hogy tehát zavarja, hogy véget ér a program. Ugye ennek nincs sok értelme mikrokontroller esetén, véget ér a program. Egyébként a VOL, ez a minden warning bekapcsolása kapcsoló okozza, hogy ilyenek is előjönnek. És akkor most küldjük föl upload SH-val. Jó, és akkor most annyira lesz szükségünk, hogy nyitunk egy GTK termet, mert kis P-vel kell írni, és beállítjuk, hogy 9600, két stop bitre volt a szem állítva, ti is így tudjátok, és újraindítjuk. Igen, szerintem is kéne egy bit, amivel engedélyezzük, hogy fölmegy rá, mert ez így nem tűnik túl biztatónak, amit csinál. Álljunk vissza egy stop bitre, de... Igen, én is ezen gondolkoztam, hogy ez igazából legfeljebb csak ronthat a helyzetem. Szerintem kell neki még egy bitet beállítani, hogy elküldje. Tehát empty a buffer. Data reception az már más. Oké, akkor most azt csináljuk, hogy megnézzük, hogy korábban ezt hogy használtam, mert úgy néz ki, hogy ezt nem most fogom kitalálni. Relayboard.asm. Igen, ez a full ASM-ben írtam, mert épp olyan kedvem volt. És itt annyit, ez mondjuk egy másik AVR volt. Azt mondja, hogy igen, ez az eleje a programkódnak. Gyerekek, ezért ne csináljatok kizárólag ASM-ben írt, nem kommentezett kódot. Elvileg erre ki kellene küldenie valamit sorosporton, gyakorlatban úgy néz ki, hogy ezt nem teszi meg a kedvünkért sem. A 103 ugye szerintetek is jól lett kiszámolva. Akkor ez házi feladat most már kitalálni. Be van elvileg állítva az N, de... Tehát a transmit az ennyi áll, ahogy berakja abba a cuccba, és... Data transmission by loading... Aha.
Azt mondja, hogy ha új értéket kap, akkor fogja és kiküldi. Hát, oké, megnézze, az a dolog, hogy nézzük meg scope-pal. Hát nézzük meg. Nyomjunk rá egy autót. Csak kérdés, hogy már megjön, hogy melyik a TX, melyik az RX. Már dugom a másikba. Nem, ez továbbra sem. Szerintem ez egyébként a TX. Tehát mindenképpen inicializáltuk szépen. A TXC-ent azt mindenképpen clearelni kell minden egyes küldés előtt. Na, azt nem biztos, hogy megcsináltuk. Néz ki, hogy minden nem jöhet össze ma este. De ha látjátok ti a hiba forrását, akkor nyugodtan be lehet szólni. TX-ent az UCSRB-be beállítjuk. Ezt ide berakjuk. Ó, és jön. És jönnek a B betűk, ami a 42-esnek a megfelelője. Szóval egy kicsit egyszerűbb a Serial.Begin 9600, nem? Hát akkor köszönöm mindenkinek, hogy idejött és meghallgatott. Gyertek a Hackerspace-be máskor is.